Kedves nézőink, egy kis formabontás, gondolom, hogy nézik ezt a Pirkadat című műsort, hogy se Brajer Péter, se Borika nincs itt, mint kérdező. Mind a kettőnél sajnos olyan állt elő, hogy így nem tudtuk folytatni közösen azt, amit elkezdtünk egy pár héttel ezelőtt, de úgy gondoltam, hogy talán nem árt, aki nézi ezt a sorozatot, ami a rendszerváltást, az egyházak társadalomban szerepvállalását elősegítő, és az én könyvemben is már megjelenő, de hát némi intimitással gazdagítva azért, hadd mondjam el, hogy most eljutottunk odáig a legutóbbi adásba, hogy az Antal kormány időszakában Andrásfalvi Bertalan lesz a művelődési miniszter, és az egyházi főosztály továbbra is működik, most már a miniszter közvetlen irányítása alatt. Természetesen azok az egyházi képviselők továbbra is ugyanúgy ellátják a koordinatív tevékenységből adódó egyházokat képviselő feladataikat, és így ekkor két olyan dolog, amit feltétlenül érdemes, talán a könyvemben sincs ilyen részletesen, hogy a hitoktatással kapcsolatosan a miniszteri rendelet hogyan alakítja az nem egyházi, hanem elsősorban önkormányzati vagy állami intézményekben lévő hitoktatásnak a kérdését. Ez akkor úgy alakult ki, hogy heti 2 óra fakultatív tantárgyként, és ez azt jelentette, hogy 35-70 óra. Miért érdekes ez a két szám? Hiszen az állam akkor úgy döntött, hogy ez is egy olyan tantárgy, mint a többi, természetesen ennek a költségeit is a szektorsemleges finanszírozás elve szerint ugyanúgy az államnak kell támogatni, hiszen állami iskolába járó gyerekek igényét elégíti ki. Így az úgynevezett tankönyvek, tehát a hitoktatásra, az egyházak által készített tankönyvek támogatását ugyanolyan arányban, mint más tankönyveknél támogatta az állam. És hát azokat az oktatókat, akik ebben részt vettek, mindegy, hogy ez lelkipásztor volt, vagy világi hitoktatóknak ugyanolyan óradíjat kellett biztosítani, és ezt is természetesen ezzel a úgynevezett döntéssel együtt biztosítottuk. Ahhoz, hogy tudjuk fizetni, vagy tudtuk fizetni az óraadókat a püspökségeken, vagy az egyházi vezetőkön keresztül, ahhoz azt kellett tudni, hogy összesen hány tanulócsoport működött akkor. Nagyon érdekes, 91-ben közel 40 ezer tanulócsoport működött, ebből adódóan azt jelenti, hogy 40 ezer tanulócsoportnak heti 2 órába az őket oktatóknak kellett biztosítani azt a feladatnak járó bért, ami a más pedagógusnak is járt. Tehát egy ilyen átlagszámítással ment ez, amit az egyházak természetesen, mivel ők biztosították a személyt, ebből adódóan ez eljutott oda, aki ezt a feladatot ellátta. Annyit hadd mondjak, hogy természetesen hirtelen nagy igény jelentkezett, ugye 40 év után, amikor ez a hitoktatással járó, hogy is mondjam, feladat azért nem ment olyan nagyon simán, hiszen az állami egyházi hivatal azért ezt eléggé kordába tartotta, sőt nem kimondottan díjazta azokat az igazgatókat vagy iskolákat, ahol mondjuk a hitoktatással jelentős számú jelentkező volt. Az első ilyen főiskola, a Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Nyíregyházán kötött a nyíregyházi tanárképző főiskolával egy olyan megállapodást, hogy az ott lévő hallgatók, tehát akik már mondjuk magyar énekszakos, vagy magyar történelemszakos, vagy bármilyen szakos, ha ő akart egy újabb diplomát és világi hitoktatást, akkor a Görögkatolikus Hittudományi Főiskola oktatása után két diplomát mehetett ki, és természetesen ahol erre igény volt, az helyi, az érintett püspököm biztosította számára azt a feladatot is, amire a második diplomája, tehát a világi hitoktatói diplomája is rendelkezett. Ez nagyon érdekes, hogy több úgynevezett felsőoktatási intézmény, pedagógus, képző pedagógus intézmény jelentkezett, itt többek közt a szegediek, az egriek, sőt szombathelyi főiskola például egyház zenei szakot is indított. Itt egy picit már megelőzte az, hogy valóban az a kántorképzéshez szükséges
hát zenei tudás és gyakorlattal rendelkezők is kijöhessenek akkor, amikor ez a fajta igényt azon a településen, ahova kerül, ez ott igényként jelentkezik. Tehát a hitoktatása kapcsolatosan ennyit. András Fajt Bertalan miniszter úr Korzenszky Rihárddal együtt arra kért, hogy menjünk el Bajorországba, és nézzük meg, hogy hogy néz ki ott a hitoktatása kapcsolatos, illetve szóba került már akkor, hogy az etika vagy erkölcstan szintén valami, ha valaki azt választaná, akkor milyen tankönyvek és milyen módszerekkel megy ez. Úgyhogy így végül is Münchenbe és környékén szerzetesekkel és egyebekkel találkozva hoztunk magunkkal könyveket, és a kérdés természetesen az volt, hogy hogyan kell majd ezt használni, és amikor döntenek, akkor ez hogy kerül be. A másik ilyen ötlet szintén az volt, hogy aki nem akar hittanra, legalább fakultatív módon mondjuk a világvallások megismerésére lévő szintén fakultatív órát iktathat be az iskola. Tehát az iskola autonómiájából adódóan ez az új jelenség, vagy új feladatra való felkészülés, ez többféleképpen alakult. Megmondom őszintén, most számomra nem annyira szerencsés dolog az, hogy végül is a hitoktatás heti egy órára szűkül csak le, hiszen kötelező jelleggel vagy ezt, vagy azt kell választani. Ez azért érdekes, mert a következő téma úgynevezett volt egyház ingatlan tulajdonrendezéséről szóló majd a törvényről, amikor beszélek, akkor ott a legtöbb helyen a különböző egyházak, akik elsősorban ilyen 4 vagy 6 tantermes iskolákban voltak valamikor tulajdonosok, illetve 48 államosítás előtt, a legtöbbjük azért nem kérte vissza az intézményt, hogy annak a pénzéből a parókiát hitoktató teremmel bővítse. Most a hitoktató terembe be tudta vinni 2 órára a gyerekeket, bármikor, és az a környezet hatása még nagyobb hatással lehetett magára akár a Biblia, vagy bárminek a megismerésével, amilyen vallású hitoktatásra jelentkeztek a gyerekek. Ez ma az, hogy egy órarendben, és itt nem az egyházi iskolákról beszélek, mert egyházi iskolákban megmaradt a heti 2 óra hitoktatás, hanem az úgynevezett világi vagy államiban, ott a heti 1 óra azért az, mint pedagógus is azt mondom, hogy egy testnevelés és egy matematika között mondjuk van 1 órája, nem tudja elvinni, vagy tömbösítve esetleg később elviszi, de nem tudja igazán elvinni, tehát abban az időszakban, hát az a nagyon kevés idő, mire koncentrálódik a gyerek arra, amiről szól, és azt megfelelőképpen tudja is magáévá tenni, ahhoz ez az idő, ez kevés. A heti 2 óra, egyszerre 2 óra azért mégiscsak sokat többet jelentett a hitélet megismerésének alapjait szolgáló tantárgy esetében. A másik ilyen esemény, ami erre az időszakra, tehát Antal kormány időszakára esett, ez 91. július 22-én, amikor a parlament jóváhagyta a volt egyház ingatlanok tulajdonrendezéséről szóló törvényt, minket felkértek arra, hogy hozzunk létre, ugye egyházi főosztály már működött, egy másik főosztályt vagy irodát, az úgynevezett tulajdonrendezési főosztályt vagy irodát, és ehhez megkaptuk a különböző státuszokkal együtt járó költségvetést érintő minden feladattal együtt. Ez azt jelentette, hogy begyűjteni majd döntés előkészítésre, a törvény szerint az egyeztető bizottság elé terjeszteni, majd annak a döntése után, a kormány döntés után, annak a végrehajtása is szintén a mi feladatunk volt. Így jött létre akkor az én irányításom alatt 2 főosztály, az egyik volt maga az ágazati koordinációs főosztály, és volt az egyházi tulajdonrendezés főosztály. Ennek a törvénynek a kidolgozása egy nagyon fontos, és az volt a lényege, hogy itt nincs egyházi kárpótlásról szó, itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyházak társadalomról szerepvállalásához természetesen egy 48-ban
jogsérelemnek a jog orvoslásáról van szó, tehát ez azt jelentette, hogy az egyházak csak házas ingatlant igényelhettek vagy kérhettek vissza, és ennek a törvénynek két dolog volt az alapelve, a funkciótás elve. Az azt jelentette, hogy meg kellett jelölni, amikor visszakérte az ingatlant, hogy mit szeretne abba a lakosság, a társadalom számára fontos feladatot ellátni, oktatás, kultúra, stb. Természetesen a hitélet intézményeit is. Tehát ekkor több ezer ingatlan igény futott be, aminek a lényege az volt, hogy meg kellett nézni, hogy ezek közül melyek azok, amelyik valóban tényleg megfelelő, hát hogy is mondjam, papírokkal is igazolható, hogy ezt 48. január 1 elkobozták, vagy azt követően elkobozták, és milyen funkciót akar ellátni. Annyit hadd mondjak, hogy a törvény szerint természetesen az érintett önkormányzatok, ugye, mert ezek az ingatlanoknak a 90%-a az az önkormányzati szférába látott el valamilyen feladatot, a konszenzus alapon lehetett. Több mint ezer ingatlant az egyházak közvetlen adtak át, az egyházaknak nem kértek hozzá semmiféle állami vagy kormányzati segítséget. A többinél igen, és ezért azt jelentette, hogy a kormány egyeztető bizottsága az két részből állt. Állt egyszer az állam részéről azon tárcák képviselőbe, amelyekhez érintett, tehát benne az előterjesztő, a művelődésminisztérium, a pénzügyminisztérium, igazságminisztérium, és természetesen egy szociális minisztérium, attól függ, hogy milyen ingatlanról volt szó, volt, amikor a műemlékfelügyelőség is. Tehát mindig azok a szakemberek voltak egyik oldalon, a másik oldalon az érintett egyház kijelölt vezetői, katolikus egyház esetében például Gyulai Endre, Szeged családi püspök, akkor a püspökkel alelnöke volt, de természetesen a különböző szakemberekkel együtt, és ezen a úgynevezett egyeztető bizottság ülésre az önkormányzat és a helyi egyház hozta magával az általuk kidolgozott javaslatot, és azt kérte, hogy azt azzal kapcsolatosan döntsön a bizottság. Tehát ilyen értelemben mindkét fél részéről megjelent az érintett állami vagy önkormányzati, a másik pedig a szakértő, egy-egy egyház szakértői, illetve a helyi egyházközségnek a vezetője vagy képviselője is. Ezek voltak ügyvédek vagy bárki, attól függ, hogy az egyház kire bízta ennek a tulajdonrendezésnek az előkészítését. Ez azért is fontos ez, hogy említsem azt, hogy nem történt itt kárpótlás, hiszen ez csak egy részleges kártalanítást jelentett. Természetesen ez a részleges kártalanítás nem terjedhetett ki csak azon házakra, épületekre, amelyikben valamilyen feladatot, vagy hitélet, oktatás, kultúra, szociális feladatot látott el valamikor az egyház. De nem terjedhetett ki mondjuk bérházakra, földekre, gazdasági épületekre, mondva, hogy az bár abból, annak a jövedelméből tudta ő ellátni annak idején a feladatainak jelentős részét, de erre tulajdonképpen igazán nem kerülhetett sor. Ez a mai napig ez a kérdés, tehát az egyházak teljes kárpótlása vagy jogsérelmi jogorvoslására ilyen értelemben még nem került sor, hogy a működésükhöz szükséges, valamikor elkobzott vagyon, ennek most közel 75 éve, hogy megtörtént, ennek a jogi rendezésére sor kerüljön. Nem akarják az egyházak ezeket az ingatlanokat visszakérni, de szeretnék tudni, hogy ez körülbelül mit jelentene az ősök által különböző adományokból létrejött bizonyos olyan ingatlanok, amelyeknek a bérleti díjából tudta működtetni templomait, parókiait, és természetesen mindazokat, személyeket és akik ezekben részt vettek. Én úgy gondolom, hogy a következő részben talán érdemes lenne, ez már az egyház finanszírozás kérdéséhez is tartozik, ezt a kérdést is majd önök számára megismertetni, amit nagyon szívesen vállalok, hiszen a könyvemben erről is szó van, ami
azt jelenti, hogy talán előbb vagy utóbb a politika mégis úgy dönt, hogy ezt a kérdést is napirendre tűzi, hogy ne kelljen a mindenkori kormányhoz fordulni, az egyházának ahhoz, hogy e működésüknek a biztonsága meglegyen. Köszönöm még egyszer a türelmüket, és hát remélem, hogy rövidesen találkozunk, és folytatjuk tovább ezt a eszmecserét.